Akkor üdvözlök mindenkit az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nevében. Dr. Balogh Beáta vagyok, a Felügyelőség Környezet és Természetvédelmi Hatósági Osztályának ügyintézője. A mai közmeghallgatást én fogom levezetni. Felhívom a figyelmüket, hogy a közmeghallgatásról videófelvétel formájában rögzített jegyzőkönyv készül. A közmeghallgatás tárgya az M30-26 számú főút Miskolc északi elkerülő 2-es ütem 306-os számú főút környezetvédelmi engedélyezési eljárása. A kérelmező a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, az eljárás alapjául szolgáló környezeti hatástanulmányt pedig a Roden Kft. Készítette. Most ismertetem a közmeghallgatás menetét. Először tájékoztatom Önöket a felügyelősségen folyó engedélyezési eljárásról. Ezt követően felkérem a beruházó képviselőit, hogy foglalják össze röviden a tervezett beruházást és annak környezeti hatásait. Ezt követően kérdéseket lehet feltenni, észrevételeket lehet megfogalmazni. Megkérek majd mindenkit, hogy aki hozzászól, szíveskedjen megmondani a nevét, és azt, hogy milyen minőségben, esetleg mely település lakosaként teszi fel kérdését, illetve szól hozzá a témához. Jelen környezeti hatásvizsgálati eljárás 2012. december 21-én indult a felügyelőségen, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT által benyújtott kérelem és a hozzácsatolt környezeti hatástanulmány alapján. A hatástanulmány a tényállás tisztázása keretében a felügyelősség felhívására több alkalommal is kiegészítésre került. Az eljárásról a felügyelőség a tervezett beruházás megvalósításának helye szerinti Miskolc és Arnót települések lakosait szabályszerűen tájékoztatta a jegyzők útján. Értesítést kapott továbbá a feltételezetten érintett Felső Zsolca és Szirmabesenyő önkormányzata. Az eljárás során megkeresésre kerültek az ügyben érintett szakhatóságok is állásfoglalásuk megadása céljából. Ezen szakhatóságok a következők. A Miskolci Bányakapitányság, a Borsodabaui Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdészeti igazgatósága, a kormányhivatal állami főépítésze, valamint a kormányhivatal mint örökségvédelmi hatóság. Ezen kívül megkerestük a Borsodabaui Zemplén megyei kormányhivatal Miskolci körzeti földhivatalát, Miskolc jegyzőjét és Arnót jegyzőjét is szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. Szakhatóságok állásfoglalásaikat megadták, hozzájárultak a tervezett beruházás megvalósításához. Jelen közmeghallgatás megtartására a 314/2005-ös kormányrendelet 9. szakasz első bekezdése alapján kerül sor. A közmeghallgatás időpontjáról értesült a beruházó, a szakhatóságok, a jegyzők útján közzététellel a tervezett létesítmény helye szerinti Miskolc és Arnót, valamint a feltételezetten érintett Felső Zsolca és Szirmabesenyő lakosai, továbbá az alapvető jogok biztosa. Az előzetesen egyeztetett közmeghallgatás időpontjának kitűzése és a tárgyalás megtartása között a jogszabályban előírt határidő biztosított volt. A közmeghallgatás közzététele szabályosan megtörtént az Észak-Magyarország című napilapban. A közzététel ideje alatt a dokumentáció hozzáférhetőségét biztosítottuk. A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a felügyelőségre érkeztek észrevételek. Most felkérem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT képviselőjét, hogy foglalja össze a tervezett beruházás lényegét. Köszönöm. Hát én szerintem nem kell ez a mikrofonnak. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Én Küzd Zoltán vagyok, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek a projektvezetője. Hozzám fog tartozni ez a munka, és hát évek óta is hozzám tartozik. Egy pár szót elmondanék a út történetéről. Ennek az első tervezése 1999-ben indult, Miskolci északi elkerülő néven, amiből az első üteme, amely a repülőtér és a 26-os út között terveződött meg, az meg is épült 4 évvel ezelőtt. Ennek a szakasznak a tervezése
az idők folyamán építési engedélyezési folyamatba került, de a akkori környezetvédelmi elvárások miatt nem kapott építési engedélyt, elsősorban olyan részletek miatt, ami az M30 építése folytán kellett, hogy megvalósuljon. Ennek a kiküszöbölésére a tervezés folyamán azokat a műszaki megoldásokat, amiket a környezetvédelmi hatóság előírt, beterveztük a létesítménybe, és az útépítés 4 évvel ezelőtt építési engedélyt is kapott. Közbe jött azonban a 2010-es árvíz, amiről ugye mindenki tudja, hogy nagy károkat okozott a környéken, és a Környezetvédelmi Minisztérium és a Mezőgazdasági Minisztérium Környezetvédelmi Államtitkársága az építési engedélyt felfüggesztette. Különösen a 3-as úton tervezett körforgalmi csomópontnak a vonatkozásában, és előírta, hogy vizsgáljuk meg azokat a körülményeket, amiket az árvíz okozott. Ezeket a körülményeket az építés folyamán a vízügyi szakma már kérte, ami az építés engedély része is volt, ezt elsősorban a Vituki és a Bajai Vízgazdálkodási Főiskola készítette, amelyeket a Közvetvédelmi Államtitkárság kérésére a Műszaki Egyetem megismételt a hasonló eredménnyel. Az eljárás folyamán 4 alternatíva készült erre az útra, aminek a fontosabb jellemzőit elmondanám. Az első alternatívaként a mostani megtervezett szakasz, ami gátként épül meg a 020-as öblözetben, normál útépítési szabványok betartásával. A második alternatíva egy teljesen lábakon álló hídszerű építmény volt. A harmadik alternatíva egy terepszintre süllyesztett, szinte nulla töltéssel megépülő út, aminek a árvíz esetén teljes mértékben elöntötte volna. A harmadik pedig egy olyan nagy átereszekkel teletűzdelt, 3 nagy híddal teletűzdelt út lett volna, amelyik teljes mértékben megengedte volna az esetleges árvíznek a minden irányba történő mozgását. Az árvízi vizsgálat, amit a közveti államtitkár rendelt meg, az számolt a töltés nyugati oldalán levő vápa kialakításával, és ennek az öblözetnek a félig történő bezárásával, ami azt jelenti, hogy a áruházak és a csorbotó között egy gát épült volna, és akkor ezt a kis területet védte volna meg, a többi területen pedig a víz mindenhol akadálytalanul lefolyhatott volna. A hidraulikai vizsgálatnak a lényege, amelyet a Műszaki Egyetem elvégzett, és amelyet mi is megcsináltattunk több évvel ezelőtt, azt a végkövetkeztetést vonta le, hogy ilyen nagymértékű árvíz esetén, amiről tudni kell, hogy a júniusi árvíz az 200 éves gyakoriságú volt, a júliusi pedig 500 éves gyakoriságú. A magyar szabvány szerint 100 éves gyakoriságra méretezünk utakat és hidakat. Tehát egy rendkívül nagymértékű árvíz vonult el a területen, és azt is tudni kell, hogy a vízügyes szakemberek mondták ezt el, hogy ugye a nagy árvíznek a oka mellé még az is közrejátszott a károkozás nagyságában, hogy ezek egyidejűleg történtek mind a Tiszán, mind a Sajón, mind a Hernádon, mind a Boldván, és az északról bejövő árvíz az olyan nagymértékű volt, elsősorban amiatt, mert ugye Szlovákiában is kassán 1,5 méter víz volt, és ott tudomásunk szerint még tározót is átvágtak, hogy ezt a vizet egyszerűen már nem tudta Tisza befogadni. A lefolyás megakadályozását elsősorban a kelet-nyugati 3-as út okozta, ami meggátolta a Sajóból visszajött árvíznek a lefolyását, és a módosított tervnek a elsődleges szempontja az volt, hogy ezt az akadályozó tényezőt mindenképpen meg kell szüntetni a térségben, és mind Felső Zsolcát, mind Alsó Zsolcát, vagy Arnótot, mind Miskolcot meg kell védeni az esetleges ilyen árvizeknek a újbóli károkozásától. A hidraulikai számítás alapján a szabvány szerinti legnagyobb
árvízszintet kellett figyelembe venni, ami a általunk 3 évvel ezelőtt megtervezett útnak a mértékadó árvízszint plusz 1 méterének is megfelelt, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb árvízszint, ami ezen a területen volt most, ugye 2010-ben, afölül lett a már megépült Felsőzsolcai gát is, plusz 1 méterrel tervezve, és a mi általunk újra terveztetett felhajtóutak, az Arnóti gát és a elkerülő út is ennek az elvárásnak most megfelel. A vízügyi szakma, a környezetvédelmi szakma és az útépítő szakma álláspontja közösen az volt, hogy ez az út akkor épülhet meg, és akkor lehet az az építési engedély ismételten felhasználható, ha mindazon megoldásokat, amiket a vízügyi szakma kér az útépítés mellé, azokat egyidejűleg, az útépítéssel párhuzamosan, és a befejezésre konkrétan elvégezzük. Ez azt jelenti, hogy az 5,6 milliárd forint a tervezett útépítés jelenlegi költségvetés alapján durván 9 milliárd forintba fog kerülni. Ez azt jelenti, hogy a töltése megépített elkerülő út, ugye, ami a 26-os nevet fogja majd később viselni, jelenleg ez most 306-os út, mellé meg kell építeni egy olyan durván 150-200 méter széles észak-déli irányú vápát, a Csorbatótól egészen a Sajó torkolatáig, aminek a külső szélén durván 40 cm-ről indulva, közepén a vízfolyásnál 3 méter mélyen egy rendezett árvízi lefolyást segítő vápa készül el, ez egy földmű voltak éppen, ami azt az 500 köbméter per szekundumos vízmennyiséget, amit a hidraulikai vizsgálat kihozott, és a legnagyobb árvízszinthez méreteztek, bármikor le tudja vezetni. Mindenki előtt ismert, hogy ugye hazai forrásból 2 évvel ezelőtt megépült a Felsőzsolcát bevédő gátrendszer, parapetfallal, földmunkával, kis sajókotrással, egyéb műtárgyakkal, és ugye egy része a hármas út szervin szerinti bal oldalán Arnótra is elkészült. Ezeknél a terveknél, amiket mi most terveztetünk és engedélyeztetni fogunk, az eredeti tervek annyival fognak kiegészülni, hogy a legnagyobb árvízszint vonatkozásában az Arnóti töltése az eredeti tervhez képest rövid szakaszokon még fél méter, egy méter töltés épül. Ahhoz, hogy a gátlás, az árvízi levonulást, gátlást megszüntessük, emiatt a hármas utat is át kell helyezni. Emiatt van ez a durván 4 milliárd forintos többletköltség, ami azt jelenti, hogy a hármas út az a Kissajó hídtól ív nélkül szinte egyenesen a tervezendő autópálya irányába egyenesen fog haladni. Az autópálya nyomvonala előtt egy körforgalommal, majd lesz egy nyomvonal korrekció délnek, fog megépülni, és be fog csatlakozni a M30 alatt lévő körforgalomnak a csomópontjába. Azért, hogy a vápa jól tudjon funkcionálni, ezért alá egy 140 méteres hidat kell beépítenünk, ami elképzelhető, hogy 100 évig egy liter vizet nem fog szállítani, de ha netalántán szükség van rá, akkor emiatt a nagy nyílás miatt maximálisan tudja teljesíteni a vízügy által elvárt vízleeresztő képességet. Ugye ez a vápa tovább halad a Sajó irányába, ami azt jelenti, hogy a Felsőzsolca bekötő út alá is egy sokkal nagyobb méretű hidat kell terveznünk, terveztünk is és megépítenünk, ami azt jelenti, hogy bár nem régen épült, de ugye az a hidat is tönkrement, ami most a bekötő út alatt szolgál, az egy 18 méteres híd, ehelyett egy 122 méteres nyílású híd fog épülni. Látjuk a nagyságrendeket, hogy óriási eltérések vannak. Ez azt jelenti, hogy a felsőzsolcai kis körforgalom és a meglévő, azt hiszem valamilyen egyház van ott a sarkon, amögött rögtön el fog menni nyugatnak ez az út, és a tavaly megépített kis Sajó-Kotrás fölött majdnem szinte az M30-ig
meg fog épülni ez az út, és be fog csatlakozni ez az út is a körforgalomba. Azért, hogy teljes legyen a Miskolc bevédése, mert ugye a Felsőzsolca ilyen szempontból már bevédett, ezért a körforgalmat is egy kis gáttal védeni kell. Tudjuk, hogy a területen ez a legmélyebb pont, és ugye ott volt a legnagyobb károkozás is az árvíz idején. Ez a kis gát, ez a körforgalom alsó részétől a felhajtóágig fog tartani, durván egy a 300 méter hosszban, ami azt jelenti, hogy így a 30-as egészen a repülőtéri csomópontig ezt a 0-20-as övezetet bezárja, de annak érdekében, hogy ha még ezt a 200 évre vagy 500 évre tervezett legnagyobb árvizet is esetleg csökkenteni tudjuk, ezért az útpálya alá, hát most ha jól tudom, 14 vagy 12 olyan zsilipes átteret is épülni fog, ami azt jelenti, hogy vésztározóként a bezárt terület használható. Konkrétan ennyit tudok elmondani magáról a kivitelezésről, a hatástanulmány útépítési részt is tartalmaz. Én hoztam egy példányt, és hoztam azt a tanulmánytervet, ami végül is a módosított útépítés és vápa, valamint közmű áthelyezéseknek a kiinduló tervei tartalmaz, ezeket meg lehet nézni, és szükség esetén a tervező kollégák, akik az utat tervezték, valamint a hatástanulmányt készítették, vetíteni is tudnak. Hát itt látszik ugye ennek a rajza, ugyanezt tudom én nyomtatott formában megmutatni, és ha bármilyen kérdés van ezek után, akkor én is tudok segíteni. Annyit még elmondanék, hogy a kollégákat elfelejtettem bemutatni, és ezzel kellett volna kezdenem. Sáta Zoltán úr az útépítés tervezője, a főtervező. A kolléganője a Vibrocomtól, ők csinálták a közveti hatástanulmányt. Elhívtam a területszerző kollégánkat is, hogy ha esetleg területszerzési kérdések lesznek, és a környezetvédelmi kolléganő, aki szintén NIF-es, ő pedig a környezetvédelmi dolgokra tud válaszolni. Ennyit tudok mondani, hogy tessen parancsolni. Köszönöm szépen az ismertetést. Szeretném megkérdezni a jelenlévőket, hogy a dokumentációval vagy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási szempontú kérdésük vagy észrevételük? Igen? Nem tudom, hogy hogy beszéljek, hogy hallani is lehessen. Dr. Macsuga János vagyok, felsőzsolcai lakos, állampolgárként jelentem meg. Korábban a környezetvédelmi hatóság számára elküldtem egy levelet, amelyben néhány kérést fogalmaztam meg. Erre a levélre tegnap délután 16 óra 45-kor kaptam egy választ, amelyben felhívnak arra, hogy szíveskedjek szóban feltenni kérdéseimet itt a helyszínen. A jegyzőkönyv számára ezeket a leveleket kinyomtattam, és konkrét kérdések formájában megfogalmaztam azokat a kéréseket, kérdéseket, amelyeket most szeretnék majd föltenni. Nem tudom, szükséges-e ez, készül-e nyomtatott jegyzőkönyv erről. Főszabály szerint ez a jegyzőkönyv, ez videófelvétel formájában kerül rögzítésre, tehát én arra kérem, hogy szóban szíveskedjen feltenni ezeket a kérdéseket. Ennek ellenére kérem azt, hogy ezt fogadják el és mellékeljék. Igen, köszönöm szépen. Mindenek előtt, hogy félreértéseket, félremagyarázásokat el tudjunk kerülni, a beruházás céljával messze menően egyetértek, és azt gondolom, hogy ezzel minden környéken lakó is így van. Tehát ez a Miskolcot elkerülő útszakasz, ez mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból egy nagyon fontos beruházás. Azonban, mint a zsolcai árvíz átélője és szenvedője, hát bizonyos félelemérzet fogalmazódott meg bennem. Ezt a félelemérzetet sajnos a mellékel dokumentáció sem tudta teljes mértékig feloldani. Egyszerűen arról van szó, hogy még műszaki ember számára sem igazán értelmezhetők azok a rajzok és szövegek, amelyekhez hozzá tudtunk férni. Konkrétan például a árvízi szimulációval kapcsolatos adatok, ezeknek esetleg szöveges értékelése nem igazán hozzáférhető.
Tehát ezzel kapcsolatosan a következő kérdéseket és kéréseket fogalmaznám meg. Tehát a sajó bódva kis sajó árhullámainak kezelésére milyen megoldásokat javasolt a vízügyi tervezést végző szakembergárda? Kérés, legyen széleskörűen nyilvánosan megismerhető a változatoknak az a rendszere, amelyet javasoltak, nem pusztán helyszínrajz, de alátámasztó vizsgálatok és adatok szintjén is. Milyen változatokra készült árvízi szimuláció? A környező településekre gyakorolt hatás megismerésére tegyék lehetővé a szimuláció eredményének műszakilag értelmezhető formában történő elérését, legyen széleskörűen nyilvánosan megismerhető az árhullám levonulását közérthetően bemutató szimulációkon alapuló vizualizáció. Milyen érvek és ellenérvek szóltak az egyes javaslatok, változatok mellett és ellen? Az érvek megértéséhez legyenek elérhetők az egyes változatokhoz készült alátámasztó munkarészek is. Milyen szempontok szerint vetették el, illetve fogadták el az egyes változatokat? Hogyan érvényesült ezekben a környező települések árvízvédelmi érdeke? Tehát ezek lennének azok a kérdések, kérések, amelyeket itt megpróbáltam megfogalmazni. Nyilvánvaló erre itt, ezen a helyen, ebben a pillanatban választani nem lehet, tehát nem is gondoltam én ezt, ezért küldtem el még 16-án az eredeti levelemet. Köszönöm szépen a kérdését, annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a vonatkozó 314/2005-ös kormányrendelet, a környezeti hatás tanulmány, illetve annak hiánypótlásként benyújtott kiegészítései nyilvánosságáról rendelkezik. Nem tudom, hogy függetlenül ettől a beruházó jelenlévő képviselői kívánnak-e reagálni az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban. Na jó, vagyok én. Én annyit tudok mondani a felvetett kérdésre, hogy magát a vízügyi és hidraulikai vizsgálatot, amit én készítettem, az nyomtatott formában nálam megvan, vagy 200 oldal, azt internetre feltenni, megmondom őszintén, nem tudom, hogy a cégünknek hogy lehet, utána fogok nézni, ha ez egyszerűen felrakható a honlapunkra, vagy akárhova, akkor természetesen megcsináljuk. Amit a közvetvédelmi államtitkárság készített el, arról nyilatkozni azért nem tudok, mert ott nem én voltam nem mi voltunk a megrendelők, azt az Illés úr rendelte meg, ő neki készítették el. Itt vannak a teremben egy páran, akik ezt látták, nekünk levetítették, annak a lényege igazándiból a megtörtént eseményeknek a modellezése volt, ami azt jelenti, hogy bemutatta, hogy mi történt. Ön jobban tudja? Hát ha jobban tudja, akkor én miért magyarázom el, hogy... Nem a magyarázásról van szó, uram, hanem arról, hogy ön mondta a hatások vizsgálatára szimulációk történtek a tervezett nyomvonalok figyelembevételével. Ezek valóban megtörténtek, pusztán ezeket a szimulációkat szeretnénk látni. Ezeknek az adatait, a tervezésre gyakorolt hatását szeretnénk látni. Ezután majd utána kell néznem, mert én ezt a programot nem tudom önnek bemutatni, mert nem mit csináltatok meg, tehát nincsen nálunk. Is öncímeztem ezzel a kérdéssel, ez az igazság. Utána fogok nézni, hogy ez hogy lehet nyilvánossá tenni. Ennek a végeredményét nekünk közölték, a vízügyi tervező, aki ennek a munkának a konklúzióját levonta, az azt a műszaki megoldásokat építette be a tervbe, amit itt látni lehet, tehát emiatt a vizsgálat miatt készültek a hidak, emiatt készültek a vízmennyiségszámítások, emiatt készült az útáthelyezés, és egyébként a végeredménye ennek a vizsgálatnak annyi volt, amennyit a Bajai Főiskola is elvégzett, hogy a maximális árvízi emelkedés az útépítés folyamán 40 cm az egyik változatban, 39 cm a másik változatban. Ebből nem lett volna 2 méteres víz Felső Zsolcán. Itt a 2 méteres vizet elsősorban mind a területen található mindegyik folyónak a árvíz hulláma okozta. Én ehhez ennyit tudok önnek mondani, hogyha van rá lehetőség, akkor természetesen ezt a hidraulikai vizsgálatot nyilvánossá fogjuk tenni, ha mi is hozzájutunk. Nekem ez nincsen meg,
Ezt én értem és tudom is, hogy milyennek a háttere. Ehhez a mostani közmeghallgatáshoz közzétettek 4 tervezett változatra vonatkozó helyszínrajzot. A vápák különböző nyomvonala, magassága különböző helyen elhelyezett gátakkal kapcsolatban. Ezekre készültek ilyen árvízi szimulációs modellek, sőt ezen túlmenően is készültek árvízi szimulációs modellek. Ezeket a modelleket szeretném látni, azt hiszem Kertai István urat láthatjuk ott a sarkon. Ő ezzel a dologgal gondolom tőlem sokkal jobban tisztában van. Pusztán ezt a részét szeretném kérni. Az, hogy most itt azt mondjuk, hogy 30 centi, 50 centi, hol és mi? Tehát tetszik érteni, hogy mit mondok. A 100 éves gyakoriság, 200 éves gyakoriság szalakat lehet használni, de én Felső Zsolcán élek születésemtől kezdve, most 56 éves vagyok, és ez a második olyan alkalom, amikor ilyen méretű árvizet átéltem. Az 1974-es árvíz az megközelítően ekkora szintű volt, tehát az, hogy itt 200 évnél régebben nem volt ekkora víz, ilyet lehet mondani, biztosan igaz ez a Sajó egyes szakaszaira, de konkrétan Felső-Zsolca határára ez biztosan nem igaz, ezt még az egyszerű emberi emlékezet is meg tudja cáfolni. Tehát az ijedelmünket főleg az okozza, hogy elkészült egy olyan gát, amelynek alapjául valóban az árvízi vízszintek szolgáltak, de akkor nem vehették figyelembe a majdan megépülő Bos utat. Most a Bos út nyomvonala megjelent, mint egy tömör gát, amely megvédi valóban Miskolcot és a Miskolc ezen a csorbatelepi részén lévő ipari területeket, de ennek hatása a Zsolcánál megjelenő vízszintekre ebből a tervből számunkra nem teljesen világos. És ezért kérném azt, hogy a konkrét dolgok jelenjenek meg, mert én mindenkinek mindent hajlandó vagyok elhinni, mert miért kételkednék bárkinek is a becsületében, de ha egyszer erre készültek számszerű vizsgálatok is, akkor a vita alapja azt gondolom ezeknek a számszerű adatoknak az ismerete lehet csak, nem kevesebb. Én amit összefoglaltam, én elsősorban útépítés vonatkozásában mondtam, a részleteket talán Kertai úr tudja elmondani, akik ezekkel jobban belefolytak, és ő, mint vízügyi szakember ezt alá tudja támasztani. Én ennyit tudok önnek mondani, megkérnélek akkor légy szíves, hogy a vízügyi részét akkor mondd már el. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Kertai István vagyok, a Víziterv Konzult Kft. Tervezőmérnöke. Mi foglalkoztunk a vápa kiépítésével, és ahogy az itt elhangzott, ugye a kezdetektől számtalan változatban vizsgáltuk meg. Tehát a nyugati oldalon, és ott is többféle változatban, sőt a keleti oldalon is több változatban vizsgáltuk meg. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az alapvető kiindulási pont az volt, hogy miután volt szerencsénk, mi magunk terveztük meg Felső-Zsolcának az árvízvédelmét is, ugye az volt a minimális feltételezés, hogy ott Felső-Zsolcán jobb vagy rosszabb viszonyok nem lehetnek azáltal, hogy a Bos út megépül, mint amilyen az elkészült állapotban van. De tekintettel arra, tehát az elkészült árvízvédelmi töltés, egy méteres biztonsága semmilyen körülmények között nem romolhat. De amikor a vízügyi igazgatósághoz fordultunk, akkor a vízügyi igazgatóság a korabeli árvízszinteket nem meghaladó biztonságot írta elő, ami viszont lényegesen alacsonyabb, mint ami 2010-ben előfordult, hiszen a 2010-ben már elkészült kiviteli tervek, azok gyakorlatilag ugyanolyan problémát okoztak volna a 2010-es árvíznél, hiszen az a hídkapacitás, ami beépült a 3-as számú út alá, az messze menően nem lett volna elegendő ahhoz, hogy a vizet átvigye és levezesse, ezzel szemben a megemelkedett víz ugyanúgy a körforgalmi csomópont oldaláról betört volna Felső-Zsolcára. Ezért
vízügyi igazgatóság előírása alapján mi egy olyan változatot, illetve az volt az előírás, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy egy a szűkület hatását is figyelembe véve, és ez itt rendkívül fontos, ezen a térképen látható egyébként, hogy a Bosút megépülte nélkül közel 3 km szélességben vonul le az árvíz. Na most ez addig, ameddig a 2010-es árvíz nem következett be, akkor úgy tudta mindenki, hogy itt körülbelül 50 köbméter per szekundum léphet ki Ecsek község határában, és az fog levonulni. Ezt a tényadatok, tehát a visszamért és kalibrált adatok a 2010-es árvíz során körülbelül 400 köbméter per szekundumra tették. Ezt a Budapesti Műszaki Egyetem vízépítési és hidraulikai tanszéke modellezte, és megállapította, hogy a 400 köbméter per szekundum valós, és ilyen esetben a megfelelő vízszinteket is meghatározta. Ha tovább lépünk egy kicsit, még egyen, kérem, itt ott a belődött, igen. Itt látható azok a vízszintek, amelyek a 2010 évben konkrétan és ténylegesen előfordultak. Tehát azt emelem ki, hogy a hármas számú főút fölött 115-15-ös vízszint állt elő. Ez volt az a vízszint, amelyik egyébként lehetővé tette, hogy nem csak itt a hármas számú útnak egyébként az út lejáró fölötti részén 113-60-as szintje van az útnak, tehát 1,60 méter bukott be ebből az irányból a víz. A körforgalmi csomópontnál, ami ott az északi szélén van Felső Zsolcának, ott is átbukott a víz, és befolyt Felső Zsolca térségébe, és itt a Osam melletti szakaszon pedig 114-es útszint áll elő, itt is átbukott természetesen 1,15 méterrel a víz. Tehát gyakorlatilag a 3-as vagy a 30-as számú főút, illetve autópálya mellett mindkét oldalt levonult a víz, de sajnos nagyobb részt Felső Zsolca irányába, és azt öntött el. Na most, ha visszamegyünk egy kicsit, még egyel kérem, igen, akkor ugye ebbe a 3 km szélességű ártérbe épül be az a Bosút, amelyik, hogyha amíg meg nem épült Arnót község, itt a községek árvízvédelmi töltésekkel be vannak egyébként védve, amíg meg nem épült Arnót községi töltéshez közel 300 méterre kerülnek, tehát egy olyan szűkület keletkezik ott, amelyik főleg Arnót község fölött, tehát nem elsősorban Felső Zsolcánál, illetve elsősorban nem Felső Zsolcánál, még tovább megemelni a vízszinteket, ezért volt szükség arra. Én most ugye hadd ne beszéljek, bár konkrét kérdésre szívesen visszatérek, csak az nagyon elnyújtaná az időt, hogyha minden változatot végigvennék. A változatok között akkor itt röviden annyit elmondanék, hogy a változatok között nagyon hosszas, nagyon alapos vizsgálatok alapján odajutott a vízügyi igazgatóság, a minisztérium és maga a város és vezetése, hogy a keleti vápát fogadják el. Hozzá kell tennem, hogy bármelyik változat úgy lett kidolgozva, hogy árvízvédelmi szempontból azonos biztonságot, azonos vízszinten való vízlevezetést állít elő, tehát e tekintetben nem van különbség. Mi költségeket is tudtunk, összehasonlítási költségeket tenni, egy dolgot nem tudtunk mérlegelni, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a kereskedelmi központok egyes egységei ennyiért vagy annyiért hajlandók adni a területüket, de én azt mondhatom, hogy költségszinten is azt lehet mondani, hogy közel azonosak voltak a nyugati vápa és a keleti vápának a költségei. Ilyen körülmények között a döntést nem a tervező hozta meg a javaslatok alapján, de a tervező által is megnyugtató módon és jogosan az a döntés született, hogy a keleti vápa valósuljon meg. És ezért aztán most innentől kezdve a keleti vápáról beszélnék tovább. Kérnék szépen akkor most a keleti vápát ezen az ábrán láthatjuk,
ezt is több változatban vizsgáltuk. Itt ugye vizsgáltunk rövidebbet, amelyik csak a hármas számú főút fölött indul, és vezeti le a vizet, aztán vizsgáltunk olyat, amelyik a Bosút és a majdan megépülő Arnóti költés közötti teljes területet úgymond visszanyesi, és egy alacsonyabb szinten alakítjuk ki. Végül is az a változat volt az optimális, amikor egy 120 méter széles, és úgy, ahogy Kis Zoltán úr elmondta, egy kb. 2-3 méter mélységű, a vápában 3 méter maximális mélységű, a területen pedig 50 centitől 1 méterig terjedő mélységű vízborítást adva, az út és Arnót község között vezeti le a vizet, majdnem két hídon a hármas számú főút 140 méteres hídján és a 122 méter széles felsőzsolcai bekötőút hídján keresztül érkezik vissza a Sajó medrébe a víz. Na most a kitűzött céloknak megfelelően, hogyha most tovább lépünk egyel a rajzon, hát itt az elöntéseket látjuk, ami 2010-ben volt, ezt benne hagytam, de erről most külön nem érdemes beszélni. Még ne visszafele, hanem előrefele kérlek, hogy igen. Itt lehet látni a hidraulikai feltételeket, és ha most visszaemlékszünk arra, hogy azt mondtam, hogy a hármas számú főút felett ugye 115-15-ös vízszint alakult ki, akkor most itt azt láthatjuk, hogy 113-26-os. 113-at én magam is megnézem. 114-26-os vízszint, tehát közel 1 méterre 90 centivel alacsonyabb vízszint alakul ki, mint ami kialakult a 2010-es árvízkor, de ez az árvízszint a korábbi mértékadó árvízszint alatt is van. Ha most megnézzük a híd alatti, tehát a hármas számú főút alatti vízszinteket, akkor pedig itt ugye a régi felsőzsolcai bekötő útnál 114-14-et látunk, itt 114-54 alakult ki egyébként az árvízkor. Tehát lényegében véve azt jelenthetem ki, még egyszer mondom, a Budapesti Műszaki Egyetem számításai alapján, hogy a vápának a fogadó, hát ugye trombita alakú végétől kezdődően végig alacsonyabb vízszinteket hoztunk létre, és itt egy picit korrigálom, amit Kis Zoltán úr mondott, nincs fél méter, egy méteres emelés az Arnóti költörtésen. Az Arnóti költörtésen összesen maximálisan, hát 2,5 decimétert emeltünk, de azt is azért, nem azért, mert a mértékadó árvízszintek egyébként nőttek volna, hanem mert figyelembe vettük még ott is, ahol a vápának a hatása nem érvényesül, ott is figyelembe vettük, hogy ez tényleg egy rendkívüli különleges árvíz volt, és nekünk most erre, és én elnézést kérek, én is abban egyetértek, hogy ami az élet, én nem is azt mondom, hogy kétszer előfordult, mert ugye 74-ben és 2010-ben volt ilyen árvíz, én azt szoktam mondani, mert a Tiszának hosszú időn keresztül a tervezője voltam a Vásárhelyi terv továbbfejlesztésének, és ott azt tanultam meg, hogy 98-ban évszázad árvize, 99-ben azt meghaladó, 2000-ben évezred árvize, 2001-ben töltésszakadást okozó árvíz következett be, mindezt, és 2006-ban ugye megismétlődött a közel évezredes árvíz, tehát ebből azt tanultam meg, hogy ami a mi életünkben előfordult, azt előírások ide vagy oda valamilyen formában figyelembe kell vennünk. És ezt, miután ezt tetejébe a minisztérium és Illés Zoltán egyértelműen írásba foglaltan előírta számunkra, ezért mi eltekintettünk mindenféle valószínűségelemtől, hanem azt mondtuk, hogy a 2010-es árvizet nagy biztonsággal le kell tudni vezetni. Ez most konkrétan azt jelenti, hogy Felsőzsolca kiépített töltései nem egy méteres magassági biztonsággal rendelkeznek, hanem egy méter
fölöttivel, hát ugye attól függően, ahogy fölülről elindulunk, 80-90 cm, tehát plusz 89, tehát 1,81-90-nel, és még a Felső-Zsolcai bekötő útnál is többletbiztonsággal, mint egy 30-40 centi többletbiztonsággal fognak rendelkezni. A Felső-Zsolcai bekötő út határ onnan már alulról visszahat a Sajó, tehát azon nem tudunk változtatni, bár még centiméter nagyságrendben egészen a torkolatig változtattunk, a torkolatnál kiegyenlítődik, hiszen ott érkezik a másik irányból a Sajó, és ott nem, ott az a vízhozam adottság, ott már alatta kellene akkor javítani a feltételeken. Tehát határozottan kijelenthetem, hogy Felső-Zsolca térsége tekintetéből ez a vápa megoldás a keleti oldalon végig alulról fölfele növekvő mértékben deciméterekkel nagyobb biztonságot jelent a város számára. A kiépített töltés pedig, ugye a megbízás annak idején úgy szólt, hogy ideiglenes töltésrendszert építsünk ki, ezzel szemben ugye a idő előre haladtával ez az ideiglenes töltésrendszer, ahogy kiléptünk a télből, mert ugye a téli időszakban nem tudtunk volna ideiglenes töltésrendszert építeni. Mi megterveztük ideiglenesen, ami azt jelentette, hogy télen nem tudtunk volna ugye agyagból gátat építeni, homokos kavicsból, mindenféle vízzáró bentonítós paplanokkal védve, stb. De hogy kiléptünk a télből, és az idő haladt, és az építés még nem haladt, folyamatosan átterveztük a műveket, és a végén egy abszolút végleges, abszolút stabil, aki ismeri azt a töltésrendszert, az azt hiszem, hogy úgy megy el ott mellette, vagy úgy él mögötte, hogy úgy érzi, hogy biztonságban van. Én biztos vagyok benne, hogy ez abszolút biztonságos gátrendszer, ami ott kiépült, és most a vápa kiépítésével ennek a magassági biztonsága nem, hogy csökkent volna, hanem növekedett a magassági biztonsága. Ami pedig azt a kérdést illeti, mert az is elhangzott, hogy azt is szeretnénk tudni, hogy hogyan hat ki ez a többi községre. Hát ugye Miskolc városáról ott maradjunk annyi, hogy egyértelműen pozitívan hat ki, hiszen Miskolc városát most az a veszély nem fenyegeti, ami egyébként 2010-ben adott esetben veszélyeztette, hogy ebben a levonulósában magasabb vízszintek alakultak ki, mint magában a Sajóban. Tehát az a vízszintkülönbség, ha átszakítja a Sajó baloldali gátját, akkor bizonyos mértékű, akár komoly veszélyt jelenthetett volna Miskolc város részére. Most a Bossuth ezt véglegesen és egyértelműen megakadályozza. Én biztosíthatom, hogy ez így van. Tehát ez minden kétséget kizáróan egy alapvető többletbiztonságot ad Miskolc. Igen, csak láttam, hogy nem teljesen. Na most a fentebb lévő szakaszt, az pedig két perc alatt megpróbálom teljesen világossá tenni. Tehát abban a pontban, ahol belépünk a vápában, abban a pontban ugyanaz a vízszint van, pontosan ugyanaz, de semmivel nem rosszabb. Semmivel nem rosszabb, mint ami volt. Tehát mi odáig terjed ki a vizsgálatunk, Arnót község tehát tökéletesen be van védve a most megtervezett töltésünkkel, amit még biztonság kedvére a felső végén 2,5 deciméterrel növeltünk, de fölfele visszahatása további nincsen. Nem is lehet egyébként, mert hiszen a vápa semmiféle visszaduzzasztást nem enged meg. Tehát olyan mértékű vápát és annak olyan torkolati szelvényét alakítottuk ki, hogy az hidraulikailag biztosítsa az egyenletes vízfelszínt. Tehát egy deciméter vízszint növekedés nem következik be fölfele. Ennek ellenére azoknak a községeknek a szélei, mint eddig is, kaphatnak bizonyos mértékű igen kis vizet, tehát ott azért nem olyan fajta veszélyen nézünk szemben, mint Felső-Zsolcánál, hogy fölülről átfolyik a víz az egész városon, hanem ott alulról beemelkedhet néhány decimétert a víz. Ezt a vízügyi igazgatóság ismereteim szerint Sajóecseggel kezdve, a sajóecsegi töltésekről egyébként most pénteken fogunk a Rácz Miklós úrral beszélni, és véglegesítéséről, ezek meg fognak épülni. De ezek nincsenek semmilyen összefüggésben ezzel a rendszerrel. Tehát ez a rendszer azt biztosítja, hogy ahelyett, hogy növelni, visszaduzzasztaná a vizeket, leszívja a vizeket, és kedvezőbb. Arnót község mentén határozottan jelentem, hogy a
felső végétől kezdve fokozatosan jobb helyzet alakult ki, miközben meghagytuk az eredetileg már kész engedélyes terveket, és a magassági biztonság ott is nagyobb lesz. Tehát Arnót község, ha itt van Arnót község részéről jelenlévő, akkor azt mondhatom, hogy az Arnót községi körtöltés is biztonságosabb lesz, mint amilyenre eredetileg volt tervezve, hiszen a vápa, hát ugye azért gondoljuk meg egy 120 méteres szélességű vápa, amely be van mélyítve a terepbe, mégpedig jó 2 méter mélyen, hát ennek a visszaállító kapacitása önmagába véve közel 400 köbméter per szekundum. Ha most még azt is figyelembe veszünk, hogy ezeken a Küss Zoltán úr által említett zsilipeken keresztül még bevezethetünk ebbe a Bosút által körbehatárolt területbe is vizeket, és ez meg is történik, akkor további akár 20 cm-es vízszintsüllyesztés is előállhatna, de pillanatnyilag a tervezés ezt nem veszi figyelembe. A tervezés enélkül szól. Még a kérdésem lenne, hogy már így szóba kerültek ezek a dolgok. Egy, hogy az árhullám levonulásának dinamikáját hogyan befolyásolja ez a szűkület. Tehát ugye ez a 2010-es árhullám, ez azért is volt érdekes, mert nagyon sokáig tartott. Tehát rendkívül hosszú volt ez az árhullám, iszonyatos, nem csak a hozam, hanem a levonult volumen is nagyon nagy volt. Tehát nem csak a köbméter per másodperc, hanem a tisztán adott idő alatt levonult köbméter is. Ez hogyan befolyásolja? Aztán itt elhangzott egy fél mondat erejéig az, hogy egy kvázi puffertározóként lehetne használni a csorbatelepi tavak környékét. Tudomásom szerint erre vonatkozóan is készültek vizsgálatok, hogy a keleti vápát kiegészíteni egy puffertározási lehetőséggel, és ezzel az árhullám felfutását egy kicsit elsimítani, és ezzel is növelni a biztonságot. Tehát azt kérdezném akkor, hogy a helyszínre az alapján pusztán belvízlevezetési célokat szolgálónak hihető átereszek, azok alkalmasak-e arra, hogy egy később megvalósuló esetleges gát felhasználásával a csorbatelepi tavak úgy lehessenek puffertározók, hogy közben az északi ipartterület része a csorbatelepnek az megvédhető legyen. Nem tudom, lehet egy kicsit... Hogy... Én értem a kérdést, ezt mi külön most ennek a munkának a keretében azért nem vizsgáltuk, mert ezt a feladatot mi nem kaptuk feladatul most. Tehát a mi feladatunk az volt, hogy a háttér tározás nélkül biztonságból biztosítsuk azt a vízlevezetést, ami kedvezőbb, mint amilyen volt. Az, hogy most pillanatnyilag ezek a meglévő és részben ugye a belvizeket kivezető zsilipek, ezek milyen mértékű vízbevezetésre alkalmasak pontosan nem tudom megmondani. Én ezt külön nem vizsgáltam, ugye itt azért nem csak arról van szó, hogy a zsilipeket, szóval itt bonyolultam rendszerhez, tehát ilyen vizsgálatot külön nem végeztünk, de ez egyébként megvalósítható. Még egyszer mondom, összesen és csak lefelehatóan hozzáteszem, további 20 cm vízszint csökkentés lehetővé tenne, ha a teljes területet, tehát nem csak a csorba tavak részét, hanem a teljes területet igénybe veszem. Ezt vizsgáltuk, ezt megnéztük, és ezt végül is nem tartották szükségesnek, miután amúgy is egészen a Alsó-Zsolcai hídig, vasúti hídig bezárólag kedvezőbb vagy azonos helyzetet tudtunk teremteni, ezért ezt a megoldást nem tették be ebbe a programba, hát hiszen ez az utat terhelni. Ez nem jelenti azt, hogy a vízügy ezt levette a napirendről. Hozzáteszem azért egy fontos szempont, és azt mindenképpen tudni kell, hogy ugye olyan kérés is volt, hogy mi menjünk tovább ezzel a vápával, akár Sajóecsegig. Na most az már rendkívül kínos lett volna, és én azonnal ellene voltam. Tudni, a következőt kell tudni világosan, két számot mondok, és mindjárt kristálytiszta lesz. Ha
azt nézem, hogy a kilépő, Sajóból kilépő vizek erre a területre kijönnek, akkor összesen átmeneti tározódás a területen 70 millió köbméter jelentkezik az árhullámból, ebből a 2010-es árhullámból. Ebből 6-7 millió köbméter esik erre a Bosút által kizárt területre. Ez nem egészen a 10%-a. Ez lényegében véve nem befolyásolja az árhullámot. Tehát ez nem olyan jelentőségű, hogy emiatt ez kardinális kérdés lenne. Nem azért nem foglalkozik vele a terv most, mert ezt esetleg nem gondolták volna át, hogy ez további hatékonyság növelő lenne, de még egyszer mondom, elsősorban Felsőzsolca alatt, hogy a Sajón további vízszintcsökkentést lehetne elérni, hanem kifejezetten azért, mert ez jelentősen megnövelni ma a költségeket. Ha ez ma egy, és hátráltatná a Bosút megvalósítását, miközben a Bosút nem lehetetleníti el ezt a megoldást. Tehát továbbra is meg lehet valósítani a vésztározót, tehát ennek semmi nem mond ellent. Egyébként hozzáteszem, hogy a Sajó felül is be lehet vezetni a vizet, tehát félreértés ne essék, nem csak a... Tehát ott is meg tudjuk valósítani, tehát ha a Bosút megépül, és itt nem épül be most olyan műtárgy, akkor a Sajó felől lehet megépíteni a műtárgyat. Tehát ez, nem, ez pillanatnyilag nem perdöntő. Az mindenképpen cél volt, ugye itt én, ha jól tudom, egy Európai Uniós projektről van szó, amelyiket záros határidőn belül, hogy a pénzt ne veszítse el a kormány, meg kell valósítani, de még egyszer mondom, ez árvízvédelmi szempontból nem oszt, nem szoroz, ez nem egy jelentős tényező. Tiszteltel köszöntök mindenkit, Bencsik Tíme vagyok a Vibracom Kft-től. A cégünk készítette el a tárgyi projektnek a környezeti hatástanulmányát, és most röviden akkor ismertetném a hatástanulmány megállapításait. Ugye a környezeti hatástanulmányt egyrészt a tervezett 306-os számú főútra készítettük el, illetve az ahhoz kapcsolódó létesítményekre, így foglalkoztunk a keleti árvízlevezető vápával, a kialakítanó új műtárgyakkal, hidakkal, a keresztező utakkal, párhuzamos földutakkal, illetve a 3-as számú főút új csomóponti rendszerének vizsgálatával is. Röviden két témakört emelnék ki, ami szerintem a legfontosabb volt környezetvédelmi szempontból, ez az élővilágvédelem, illetve a zajvédelem kérdésköre lenne. Az élővilágvédelmi szakértő részletesen fölmérte egyrészt a tervezett 306-os számú főút nyomvonalát, illetve hát az árvízlevezető vápának a területét is. Itt ugye két kritikus helyszín van, egyrészt ott a Sajó hídon átvezetendő hídtérsége, amely a Sajó völgy Natura 2000 területnek a része, illetve a déli részen, ahol a árvízlevezető lápa bevezetése kerül a Sajóba. Itt ugye a vápa területe már nem érinti magát a Natura 2000 területet, de itt is egy Natura terület található meg. Ugye ez a Sajóvölgy Natura területről hát annyit érdemes tudni, hogy az itt beruházás által érintett élőhelyekről és fajokról van szó, melyeket részletesen vizsgált a szakértő ezeknek az érintettségét. És az egy első helyszín, amit már említettem, itt a Sajón átvezető híd térsége, ahol valóban hát olyan 200 méter hosszan, 30 méter széles sávban van egy terület, amelyet érint ugye a beruházás. Az itt található hát élőhelyek hát megsemmisülésével kell számolni, de ugyanakkor ez országos szinten nem jelent hát kedvezőtlen hatást. Regionális szinten kismértékű érintettséget jelent, de tartós kedvezőtlen hatással nem kell számolni. A másik helyszín, ami szintén Natura 2000 terület, ez a Sajóba történő bevezetés a árvízlevezető lápának. Itt a vápa nyomvonala csak érinti, tehát közvetlenül mellette halad el a Natura területnek, de nem metzi azt át, tehát közvetlen érintettség nincs, csak közvetett hatásokkal kell számolni.
és amennyiben az megfelelő időszakban, tehát vegetációs időn kívül történik a megvalósulása ennek a létesítménynek, akkor kedvezőtlen hatásokkal várhatóan nem kell számolni. Ugye a zajvédelem kérdéskörében ugye közvetlen és közvetett hatásterületre történtek meg a vizsgálatok. Egyrészt az alapállapot meghatározására a zajméréseket végeztünk, illetve később a távlati állapot meghatározása pedig a forgalmi adatok alapján történt előrebecsléssel, a 2030-as évre vonatkozóan. Itt ugye a közvetlen hatásterületnek ezek a felső zsolcai, legközelebb lévő lakóterületek tekinthetőek, illetve ahol itt a éjszakai zajterhelési értékből számított határérték 55 decibel, míg az ajtól nem védett területeken ez 50 decibeles érték. A távlati állapotban várható zajterhelést, ugye a jelenlegi zajállapottal hasonlítottuk össze, és mivel ugye átépül a hármas számú főútnak a csomópontja, ezért várhatóan kedvezőbb zajhelyzet fog kialakulni távlati állapotban jelenlegi állapothoz képest. Ez ugye egyrészt az útburkolat megújulásának köszönhető, másrészt a forgalmi célirányok is megváltoznak, és ez is kedvező hatást gyakorol, illetve a lakott területtel minimális mértékben távolabb kerül maga a csomóponti rész, és ez is kedvező hatást fog eredményezni. Megvizsgáltuk ugye a csomóponti rendszeren kívül magának ennek az új 306-os számú főútnak is a hatását is, és hát a számítások alapján zajkonfliktus helyzettel nem kell számolni, a hatályos jogszabályoknak megfelelően határérték maradnak a zajterhelési értékek. Az építési munka során is csak idegrenes, rövid ideig terhelő hatással kell számolni, és a védendő területeken itt sem kell várhatóan határérték feletti terheléssel számolni. Összefoglalként néhány környezeti közegről még beszélnék, ugyanis vizsgáltuk a föld- és vízvédelmi szempontokat itt is, itt alapvetően a kivitelezés hatásaival kell számolni, amit a területfoglalás, a földmunkák befolyásolnak, az üzemelés során pedig hát ugye az árvízlevezető vápa, hát árvízlevezető szerepe fog megjelenni. Levegőtisztaság védelmi szempontból itt is a jelenlegi állapotot a meglévő adatok alapján mutattuk be, az országos légszennyezettségmérési hálózat adatai alapján, illetve távlati állapotra forgalmi adatok alapján tudtunk számolni, és itt is várhatóan a határértékek alatt maradnak a légszennyezettségi értékek a területen, az új útnyomvonalában pedig az kellő távolságra található a lakott védendő épületektől, így sem kell kedvezőtlen hatással számolni. Tájvédelmi szempontból ugye az új út és a vápa kialakítása jár változással, amely ugye a tájhasználatot és a tájképet is befolyásolja. Hát egyrészt ugye a meglévő tájszerkezetet megbontja ez a két új létesítmény, de ugyanakkor kedvezőnek tekinthető, hogy a vápa az nem egy burkolt felülettel kialakított létesítmény lesz, hanem gyepesített sáv, így igazából természetbe illő képe lesz az új létesítménynek. Az út mentén pedig a növénytelepítés segítségével lehet a esetleges kedvezőtlen hatásokat befolyásolni. Az épített környezetvédelme szempontjából, társadalmi gazdasági szempontból egyértelműen ugye kedvezőbb lesz az út megépülése, mert a, hát egyrészt a 26-os számú főútot is tehermentesíti, így a környezetében élők is hát kedvezőbb levegőminőségi és zaj terhelési helyzetre számíthatnak, és ez hát az életminőség javulását is hát eredményezi. És összegzésként a vizsgálatok során megállapítottuk, hogy környezetvédelmi szempontból nem volt kifogásolható a tervezett beruházás, kedvezetlen hatásokkal várhatóan nem kell számolni. Ezek a műszaki
létesítményekkel megfelelően orvosolható problémák. Az a rész, ami találkozik a régi hármasra, az akkor megvan oldva? Hát ott történtek a... Valóti körforgalomtól a hídig, ott nincs megoldva semmi. Ott történtek zajmérések. Jelenleg ugye az állapítottam meg, hogy 1-1,5 decibellel magasabb ugye az zajterhelési értékek a határértéknél. Három utcával tovább mérték. Hát tessék megérteni, három utca az legalább 500 méter ezen. Hát nem igaz, hogy ezt nem lehet megérteni. Mátyás király 37-es számban történt. 37-es számban mértek. Ez alig van. Melyik három utcával mérték tovább? 37-ben történt a mérés. Mátyás király 35-ben a lapon. Hát akkor csak láttam volna. Nincs is. 37-es szám nincs is. Nincs is. Meg az egész környezetvédelem, jöjjön el, azt nézze meg. Mi ezt megvitatjuk, de az útépítés nem vonatkozik arra a szakaszra, ahol önök de hoznak. De a tervezőnek be kell tervezni. Hát hogy kellene betervezni? Hát 500 méter, de nem építkezünk ott sehol. Tehát mi nem a négy nyomósítást fogjuk átépíteni, hanem az M30-osnak az úgy nyomó. De a gáttal is az volt, hogy a gát... Akkor a hídtól tetszenek egyenesen menni. Hát most, hogyha... De a hídhoz már nem nyomunk hozzá. Tudom, egy rajzot vezessél már elő, légy szíves akkor. Pont amikor a gátat építették, azt mondták, hogy nem tartozik a környezet, hanem amikor lesz az útépítés. Hát most az útépítés. Innentől kezdjük el az építést. Igen. Ott van a kis híd. A híd és a körforgalomhoz mi nem nyúlunk, nem építhetünk át egy EU-s projektnek a 500 méterre odébb levő. Hát akkor az emberek ott pusztuljanak el. Én nem mondtam, hogy ott pusztuljanak el, csak ez nem ennek a projektnek a része. Hát akkor most valaki azt mondaná, hogy nem tudom én a... Miskolc belvárosában is nagy a zaj, és akkor ezt is ered a projekt, ezt nem tudunk. Így is most gondoljon bele, hogy 10 milliárd forintba fog ez a munka kerülni. Tehát egyszerűen van egy projekt, amire pénzt kapunk, annak a szűk körzetében meg kell oldani minden problémát. De ott fognak becsatlakozni, én arra kérem. 10 méteren belül ott fognak becsatlakozni. Hát abban az útban. A hármasból be fog valahol. Hát ott mutattuk a... Tessék valahol. Körülbelül a Sajó hídtól van 300 méter. A körforgalom, ami úgy van. Itt, ahol mutasd be, amit úgy van. A Mátyás király utca az gyakorlatilag az a kis híd. A híd sarka. A piros pont ott az. Az a Mátyás király. Igen, és mi pedig itt fogjuk... Az, amit ottan látunk, az az úgynevezett kis szilvás meghosszabbítás, a Petőfi utca vége. Tehát ott, azzal egy magasságban kezdődik. Igen, az a kiutcázat. Most aztán, hogy konkrétan 20 méter ide vagy oda, az ebből a rajzból nem igazán derül ki, hogy hol kezdik megbontani, vagy nem megbontani, mert ugye egy vastag vonal, tehát valahol abban a magasságban kezdődik. Hát ez a Kisajóhídtól kb. 300 méter. Hát 20 milliárdból, vagy 22-ből 10 méter számít? Én nem tudom. 10 méter számít, vagy 20 méter? A helyrajzi szám számít. Hát én azt szeretném kérni... A helyrajzi szám számít. Tehát amennyiben a helyrajzi szám nem érintett a beruházással, akkor nem tudunk vele mit tenni. Jó, akkor tehát... menjenek ki az emberek az útra, és akkor azt mondják, hogy kétszer két sávok Zsolcának nem kell. Debrecenben egyszer egy sávra tettek két falat. Ez két zajvédő falat. Elkerülő útra, most volt a tévében, uraim. Köszönöm szépen a hozzászólását. Én arra kérem a jelenlévőket, hogy kizárólag a jelen eljárás tárgyát képező úttal kapcsolatban tegyék fel kérdéseket. Jó, hát akkor fogjuk írni a minisztériumban. Rendben. Hogy itt a környezetvédelemmel nem akarnak foglalkozni, a fórumon sem. Jó, tehát akkor még egyszer mondom, hogy a jelen eljárás tárgyát... És tessék jegyzőkönyvbe venni, hogy nem akarnak vele foglalkozni. Amit elmondott, az mind jegyzőkönyvbe kerül. Szeretném megkérdezni, hogy a jelenlévőknek a jelen eljárás tárgyát képező úttal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük? Még egy dolgot itt közben.
A pont itt a vitatott területtel szemben volt régebben egy régészeti feltárás. Nem tudom, mennyire lesz érintett az a rész, tehát ahogy mondtam, a Petőfi út végével egy magasságban, a hármas út másik oldalán ott egy régészeti feltárás volt, ami talán nem is zárult, de ez hány évvel ezelőtt volt? 92-ben volt ott. Találtak is leleteket, ezek a Zsolcai Helytörténeti Múzeumban, meg a Herman Ottó Múzeumban találhatók meg. Érinti-e ezt a területet ez a jelen beruházás? Tehát pont a határán van, ebből nem igazán derül ki. Ami régészetileg érintett, annak a feltárása, vagy előzetes feltárása megtörtént. Az, amit tetszik mondani, az a Kistó melletti nagy domb, az egy nagy, sok régészeti anyaggal elfedett terület, azt mi nem fogjuk bántani, mellette fog elmenni az út. Ugyanaz a cél, mint másba is, hogy csak az út szükséges környezetébe tudjuk elvégezni. Egyébként még itt az egész terület, ahol érintett és régészetileg lesznek olyan területek, amik elfedésre kerülnek, mert egyszerűen nincsen annyi pénz, amennyiből ezt a munkát meg lehet csinálni. A projektnek a maximum 10%-a a törvényben adott az előkészítésre, itt kb. 30%-át kellett volna megcsinálni. Tehát a főpálya alatt, ahol nagy földmunka fog készülni, tehát és a humusz alatt a törvényben előtt mélységben vannak, ott fogjuk hagyni és nem fogjuk. Igen, de a vápából. Tehát nem fogjuk bántani. Negatívan megtörtént a szondázás, és a nyomvonalban a teljes nyomvonal tekintetére, tehát ahol az út épül, tehát a töltés épül rá, ott megtörténtek a régészeti előzetes vizsgálatok, szondázások, történtek ezek a szondák, negatívak voltak. Ezek a teljes, tehát maga az útépítése, nem a vápa, az teljes jelölt területeken a régészeti előzetes munkálatok elvégzése. És a zsolcai rész pedig nem érinti, mert ott nem készül újabb töltés, hanem attól mellett. Köszönöm szépen. Az úr jelentkezik, hogy szeretne kérdéssel. Dr. Tompányos Felsőbúza polgármestere vagyok. A vápával kapcsolatban kérdezhetek? Belekerült-e a vápa építési projektbe a második bekötő, vízbekötő csatorna elhelyezése, ami az árvíznél tönkre ment? Tudomásom szerint, hogy belekerült, erre szeretnék valamit. Az ivóvíz ellátó gerincvezeték Miskolc és Felsőzsolca közötti szakaszáról van szó, ami a Kishíd leszakadásakor megsemmisült, tehát a régi zsolcai úgynevezett Bódvahíd leszakadásakor megsérül. Most Felsőzsolcát a Hernád felől egy irányba táplálják vízzel. Az árvíz előtt két irányú betáplálás volt. A kérdés az, hogy megvalósulhat-e a két irányú betáplálás. Jó hírem van ezzel kapcsolatban. Több képviselő vagy érdekelt is megkeresett minket, és a tervezőnek feladatául lett kiadva, hogy a körhálózat megteremtése érdekében ezt a vizetéket építsük meg, bár tudni kell, hogy köztünk maradjon ez a projekthez, ennek sincsen, semmi köze nincsen. Tehát egyébként ha 10 évvel ezelőtt az engedélynek megfelelően épült volna meg ez a vízvezeték, akkor nem szakadt volna le, mert ezt ugye irányított fúrással a vízmeder alatt kellett volna átvezetni, ami véletlenül a hídra lett felfüggesztve, gondolom, hogy költségmegtakarítás miatt, emiatt szakadt le, de ezt a tervező tudja, meg fogjuk építeni, azért is, mert ugye ez a vízvezeték egyébként is a megmaradt része mindenképpen megszüntetése kerülne, mert a vápát ugye lejjebb süllyesztjük, tehát ez elvileg a levegőben maradna. Ezt megszüntetve akkor megépítjük. Ez mondjuk talán olyan tétel, ami Felsőzsolcának mondjuk... Nyereség. Nem nyeresége, azt akartam mondani inkább, hogy létszükség lett, mert azért ha a másik irányból esetleg valami gond történik, akkor nincsen vízellátás, tehát ezt meg kell oldani. Azt elmondanám, hogy azért így is lehet megközelíteni, de arról tudok, hogy ha ezt mi most nem terveztettük volna be, akkor megcsinálta volna a Miskolci vízmű. Tehát nem védeném őket, mert nem tisztem, de mivel ez a projekthez hozzátehető, és tudni kell, hogy 85%-át fizeti az EU, hát most azt hiszem, hogy majd 3 év múlva nekem kell ezt magyarázni, hogyha jönne Brüsszelből, hogy ezek a projekttagok hogy kerültek bele a projektbe, de hát ezt majd valahogy akkor megoldjuk.
Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Én azt szeretném, hogyha amennyiben nincsen környezetvédelmi szempontból további kérdés észrevétel, akkor a felügyelőség részéről a közmeghallgatást bezárnám. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt. Az itt elhangzottakat természetesen figyelembe vesszük a tényállás tisztázása során, illetve szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a jegyzőkönyvet, amit videófelvétel formájában rögzítettünk, 15 napon belül meg fogjuk küldeni az érintett önkormányzatoknak, ők biztosítani fogják a jegyzőkönyv nyilvánosságát, illetve a felügyelőségen is bele lehet tekinteni ebbe a felvételbe. Úgyhogy én még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a közmeghallgatást bezárom, és amennyiben a beruházó képviselői rendelkezésükre állnak, velük a kisajátítással kapcsolatos kérdéseket, felvetéseket meg lehet beszélni. Köszönöm szépen még egyszer!